Sziasztok, Sammel vagyok, és ismét a Warcraft 3 demójával jelentkezem, amiben a negyedik küldetéssel fejeztük be legutóbb. Az volt a lényeg, hogy kiszabadultunk a Murlockok börtönéből, és Strahd és csapatát megfenyegette a tenger boszorkánya, hogy tulajdonképpen ez lesz az utolsó lehetőségük az életben maradáshoz, de lássuk, hogy mivel folytatódik. Igen, útban Kalimdor felé. Land dwellers, you have slaughtered my minions and defiled my sanctuary. Now you will be drowned by the wrath of the tides. You'll have no more sacrifices today, witch. Go back to the depths where you belong. Very well. Your choice is made. The air you breathe now will be your last. At last, we've reached our landing site. Warchief, while you were gone, the nearby volcano erupted. This entire island has begun to sink. How long to repair the ships? The repairs are nearly done, Warchief. Then finish them quickly. We're about to have company. Defend the ships at all costs. No, hát kaptunk egy remek fenyegetést a boszorkánytól, hogy az utolsó lélegzetvételünket kapjuk. És 20 percig túl kell élni az ő dühét. Remek, és most mellé küldetésként ki kell szabadítani a trollok maradék részét a szigetről. Menjünk is, és szabadítsuk is ki őket. Hopp, de nem erre, mert itt pont jönnek. Jaj. Hát akkor egyben megy a csapat. Nincs sok időnk, hát ez így is van. Közben nem árt fejleszgetni egy kicsit a könnyebb túlélés érdekében, ugyanis egyre keményebb hullámok jönnek majd. Nem a tenger hullámja, hanem ellenséges hullámok. Itt maradt egy gánt. Támadnak közben, de hát ez még gyenge csapat. És folyton így jönnek egyre erősödve. Itt már én is egy kicsivel erősebb csapat. És intézik őket. Még 18 perc van a húzból. Hát nem mondható rövid küldetésnek, ez biztos. Igen, és itt még vannak. Igen. És nem tudom egyszerre vinni mindannyiukat, úgyhogy így kell külön. Na. Nagyon jó. És a Witch Doctort mindenképp kifejlesztem, mert hasznos lesz a Healing Wardja. Riával van itt ez a kút, ez nem lesz elég a nagyobb csatákhoz. Páncélt fejlesztem leginkább. Ezt Fortress-szé alakítom. A troll regeneráció az fontos lesz. Úgyhogy azt muszáj kifejleszteni. Potion of Mana hasznos lesz. Igen, és ennyi.
Na, fejlődgetünk, fejlődgetünk. Jó lesz ez. Támadás alatt vagyunk. Na ide már hívok segítséget. Villám majd csal. Kicsit mondjuk későn, de se baj. Jobb, mint a semmi. És a gólemek, ők a legrosszabbak mindközül, mert nagyon erősek. Hát Siege Golem, az ostrom gólemek. Na, ez is megvan. Így. És kell nekem egy pion, hogy javítsa az épületeket. Sőt, hogy beállítom automatikus javításokra. Úgy könnyebb lesz. I am the war chief. Master Dabu. Ez Fortress kell. Mindjárt ki is fejlődik. Akkor fejlesztük ki ezt, hogy a gólem sérülje, miközben üti az épületet. Nem gyógyulni. Jó, a többiek egész jól állnak, hogy ma vannak. Nos. Na, ez kész, és akkor kifejlesztjük a healing boardot. Na jó, legyen az Ensnar is benne. A Berserkesztőn nem árt azért, mert közelharcos is kell. És közelharcosként jobban szeretném a Grantot használni, mint a Raidert. Na hát ők még csak ilyen gyengébbek. Persze azért tömegben van erejük. És puff. Igen, és hol az a pillanat? Your efforts are futile, land dwellers. The darkness of the deeps is all that awaits you. Igen, és már a Szűvics önmaga is itt megjelent. Boldogítsa a csapatot. Na hát. Hoppá, meghalt egy Headhunter. Jöjjétek meg őt is. Nagyon vissza. Fa kellene? Jól van, hát alakulnak a dolgok. Ezek a Siege Golemek a felütő erők. Nem is a merlekok vagy ilyesmi. Na. Alakul. Üsétek le a gólemet. Nagyon jó. Akkor most kis merlekírtás. Igen, farkasokat. Aztán majd jön egy kis érdekesség is. Szerintem lassan már itt is lesz. No. Tornyokat leszették, nincs is idő igazából újraépíteni őket. Abszolút nincs rá idő.
Lassan már csak 10 perc lesz hátra. Azt talán még túléljük. Jó, itt készül. Két Grantot még rendelek ide a csapatba, mert kevés a közelharcos. Ők itt lesznek. Meg ő is. Szórás. És talfejlődött, nagyon jó. Let's get on with it. Who you want me kill? What you want me do? Így. Kellene egy pion majd. Jöhetsz is. És javíts automatikusan. Úgy. Hát fejlődünk lassan, szépen lassan. Farkas maximumra, nem csak második szintre, de az is jó. Hoppá. Az biztos, hogy jó választás. Na. Oké. Hát azt hiszem ez így. Jól megy most jelenleg, viszonylag. We still need more time to finish the repairs, Warchief. Build more burrows. Something to do. Akkor építünk. És 10 perc van hátra. Az épít a hajók javításával. Let's get on. Remélhetőleg sikerült túlélni. Nem kifejezetten nehéz küldetésről van szó. Nem nehéz végül is, csak időigényes. Türelmes embereknek való vannak, akik nem szeretik az ilyen időcsíkos, időszámlálós részeket egy-egy játékban. Bevallom én sem igazán, de hát ez legalább úgy jó. Nem olyan unalmas, mint a többi játékban. Sokszor szoktam mondani, de most is mondom, hogy a Warcraft 3 kifejezetten jól van összerakva. A Blizzard a játékait hát igényesen csinálja meg, bár az újabbakat szerintem elsiette, de szerencsére nem a játékmenet hátrányára. Tehát azt nem rontották el. Játékmenet élvezetes. Azzal nincs probléma. Most remítem, mert láttam, úgyhogy kell egy healing volt, mert sokan vannak. Gyengék, de sokan vannak, szóval egységben az erő. Nagyon jó. Na hát, úgy látom egészen túlélő képességű a csapat. Építs még egyet. Sosem árt, mert hogyha nagy csapatot szeretnék, bár itt nem igazán szükséges, akkor legyen helyük. Oké. Na hát. Egészen megerősödünk itt. Puff. Hát igen. Aha. Már megnyit a szívics. Prepare for the sea's cold embrace. Nem baj, hát elpusztítjuk. Hát nincs semmi akadályos probléma. What?
Ismét elpusztítjuk, kész. Meg is van. Na. Nagy szabad pihanó van. Már kevesebb, mint 7 perc van hátra. Siege Golem. Na. Most már egyre nehezebb lesz. Már sokan lesznek. Nem is elpusztította a Vormival. És ha mindig nem jött az, amire én gondolok. Mondjuk nem probléma, meg vagyok nélkül a teljes mértékben. Aztán szeretem, hogy néha a csapatot emlékeztetni kell, hogy csatában vagyunk, és nem hajlandóak harcolni. Na mindegy. Cripple? Aha, Cripple van rajta. Ugyanaz, mint a slow, csak ez a sötét változat. Tehát lassít és ennyi. Na. Vormir. Vissza kéne építeni. Öt perc van hátra. Már az nem sok. Ja, őt meg megállítottam. Elhívtam csatába véletlenül biztos. Naj, de ne bemenj. Így van, már csak 5 perc. És elkészülnek a hajók. Ezek a gyönyörűségek itt. Hát amikkel még elszoktunk. Grom tanácsára. Honnan? Aha, meg is jött, akit gondoltam. A Murloc Sorcerer, bizony. Villámszúrás. Hát mindig jól volt. Na, nincs manája. Na, 4 perc. Az úgy, pusztítsunk mindent. Na. Murloc Sorcerer szerintem már nem tér vissza ebben a játékban, mert nemrég öltem meg, és azért olyan gyorsan lehetett, hogy felélhet. Na. Jól van, hát. Jó lesz ez. Siege doktor kell. Úristen, 2 Siege Golem. Gyönyök srácok, gyönyök. Már csak 3 perc van hátra. Viszont az a jó, hogy a Siege Golemek nem az egységeket támadják. Tehát jóval nagyobb a túlélési esély. Na, jól van. Jó lesz ez. Nincs Witch Doktorom. Az baj, mert a Spirit Lodge van, de itt van. De a Spirit Lodge van, most szedték le. Ennek nem kifejezetten örülök, úgyhogy felépítem újra. Ide. Hol vagyunk? Aha. Na hát akkor támadás. Jó van. Hát ez a Sea Witch ezt tényleg nem szeretik, hogyha háborgatják. Javítani, mert hogyha azt is leszedik, mondjuk Thrall nem fog egy könnyen meghalni. Mégiscsak ő a hős.
Jó, és akkor ezt kifejlesztem. Már csak kevesebb, mint 2 perc. És küldetés teljesítve. What you be craving? What you want me do? Na, hogy áll, sokat. Jó, egész jól. Troll van a regenerációval, szerencsére elég gyors. Úgyhogy azzal nincs probléma. Hát igen, intelligenciára gyúrós. Mindjárt felépül a Spirit Lodge, és készítek majd Lovis doktort. Yes! At last the end draws near. Na hát ez már körülbelül az utolsó támadás. Soon all land dwellers will be entombed in a watery grave. Felmegyünk, emberek, felmegyünk. Nincs healing warzsa. Nem baj. Hold the line, my warriors! Our freedom is at hand! Jó van, hát... ez is mindjárt kész. Szívics elpusztítva, változik volt a lehetet is. Onnan is támadnak. A munkás olyanat ők. Most már itt teljesen mindegyik már megúszszuk. Mert legszor összelem még egy végszóként beugrik a harcba. És... kész, győzelem. Nagyon jól túléltük. Hosszú csata volt, de megérte. The dark tide is coming to swallow you all, and once it begins, there will be nowhere to hide. I don't know exactly what the witch was talking about, but I do know that our destiny lies elsewhere. For now, we set sail for Kalimdor. That is where our future will unfold. És győzelem. Túléltük, és a Szívics nagyon örül neki, hogy elmenekültünk, sőt azt hiszi, hogy kimondottan az ő kedvéért mentünk el a szigetről. Hát véget ért a demo verzió kampánya. Őszintén szólva tényleg jó lett volna a teljes verzióban így kerülve. Nem tudom, hogy a Blizzard miért csinált egy alternatív sztorit tulajdonképpen. Nos, akkor ennyi lenne a Warcraft 3 demója. Köszönöm az eddigi figyelmeteket. Nem tudom, hogy lesz a teljes játékból végigjátszás, vagy egyáltalán viszem-e. Szeretném, de ezt időtől és lehetőségtől függ. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket. Gondoljátok, nézzétek végig az összes részt. Sziasztok! Nos, hát igen, ebben a barlangban bizony egy börtön van, ahol a Mörlákok gyűjtik össze azokat az áldozatokat, amiket a Szívicsnek, azaz a tenger boszorkányának hoznak, ugyanis a Mörlákok rettegnek attól, hogy a Szívics elsüllyeszti a szigetüket, hogyha nem hoznak kellőképpen megfelelő áldozatot. Így hát, akit találnak, elfogják és áldozatnak viszik.